gratulálok, kedves diákjaink, hogy idáig eljutottatok. Ez egy kétharmados győzelem, mert hogy 14 évetekből 8-at, a kétharmadot, azt az ország egyik legeredményesebb és legerősebb iskolájában sikerült lenyomni. Hát ez önmagában egy olyan, ami már ebben a 21. században, 2024-ben egy tapsot megérdemelhetne, hiszen az ország 17. legerősebb általános iskolájában a diákjaink kiváló eredménnyel teljesítettek. Felkészültek vagytok arra, ezt mi kimerjük jelenteni, és az előttetek elballagott diákok vannak itt egy páran, azért látom, tudják igazolni, hogy megkaptátok az alapokat, amivel tovább lehet lépni a középiskolás időszakba. De mielőtt ezt a nagy lépést, nyilván azért közötte van még egy kis szünet, megtennétek, előtte azért valami útravalót kell adni. Mibe? Hát a batyuba. Azt mondták nekem, hogy tarisznyát kaptam, hát a vándorok, azok batyut, nem pedig tarisznyát vittek magukkal. Márpedig ti vándoroltok egyik iskolai időszakból a másikba. Bár lehet, hogy ti ezt nem is értitek, hogy batyú. Nem tudom, hogy a jelenlévők hány százaléka tudja, miről beszélek, de az idősebbek még ilyenekre is emlékeznek, hogy szimatszatyor meg. Ugye, hogy mondták, hogy harcászati pipere táska, meg ilyeneket. Tehát mi még ilyeneket is tudunk nektek, meg azt is meg kell magyarázni, hogy van ilyen, hogy batyú. Hát ez egy ilyen világ, ez egy ilyen korszak. De a vándoroknak batyúja volt, egy zsák, és abba bizony beletették azt, amire előre tudták, hogy nagyon komoly szükség lehet. Mi az, ami 8 év alatt a ti utazó bőröndötökbe, talán így jobban lehet érteni, belekerült ebben a mi iskolánkban? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szellemi és lelki javak, talentumok gazdagon ott vannak a batyutokban. Mert kiváló tanáraitok voltak, akik tudást, ismeretet, készséget, hagyományt, tehát sok mindent átadtak. És mivel egyházi iskola is a miénk, ezért ebbe az utazó táskába azért került más is. Került az Istenhit, került a reménység, került az egyháztörténet, az egyházismeret. Ebben a tanévben a képviselőtestület döntése alapján a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat iskolánk 8. B-osztályos tanulója, Orosz Réka kapja. Megkérem Rékát, hogy fáradjon az Úr asztala elé. A 8 év alatt Réka számtalan sportversenyen vett részt, és kiváló eredményeket ért el. Az eredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét és városunk hírnevét. Néhány kiemelkedő eredménye. Országos kosárlabda dobdakosárba első helyezés, mezei, megyei diákolimpia döntő egyéni, szintén első helyezés, megyei diákolimpia kosárlabda döntő második helyezett. 2023-ban a Szolnoki Sportcentrum leánykosárlabda serdülő bajnokságában a legeredményesebb játékos. Felkérem Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét a díj átadására. Van újra. Feldíszítettük a templomot, az iskolát, a lelkünket. Méltó módon szeretnénk lezárni a most ballagó tanulóink itt töltött éveit. Kedves ballagó diákok!
Remélem tudjátok azt, hogy a templom és az iskola míves kapuja mindig nyitva lesz számotokra. Várunk benneteket szeretettel. Azzal az isteni szeretettel, amely irányítja a természetet, az embereket a földön, a szenteket a magasságban. Mert a szeretet a mennyország, és a mennyország a szeretet. Köszönöm szorgalmas munkátokat, a sok szép eredményeket, amelyekre büszkék vagyunk. Büszke rátok a fenntartó testület, Esperes úr, főgondnok úr, de büszke rátok polgármester úr is, és a város vezetősége. Mindig mindenben számíthattunk rátok és szüleitekre. Köszönjük! Bízom abban, hogy az iskola sok mindenre megtanított benneteket. A mindennapokban olyan irányt szabott, amely a megfelelő célhoz vezet majd benneteket.